A Vasas együttese veszít labdát az MTK ellen a Hungária körúton a mérkőzés elején, Füzi pedig egy remek átadást kap. Lő, Hajdu a levegőbe boxolja az első lehetőséget. Itt van még egyszer Füzi lövése. Hajdu remekül védett. Golovics most már Madart indítja, Tóth Norbert, azaz egy másik gyors játékos mellette, Madar azonban lefutja, középen Ferenci nem éri el a labdát. Két MTK lehetőség után tehát Pölöskei Gábor nézheti, hogy mi következik. A látvány annyira azonban nem nyugtathatja meg, Sovumi kapja a labdát, Szamosit becsapja, Vlaszák óriásit véd. Aztán Smiljanics rúgta ki a labdát. Jön azonban megint a hazai együttes, Madar, Füzi és Mónos ugranak fel, Füzi fejeli el, Illés pedig Ferencit hozza játékba. Még mindig ott a labda, Mónos most már kihozhatja. Tovább védekezik a vendégcsapat, Illés a bal oldalon. Juhár van vele szemben, Illés felnéz, Golovics, gól! Vezet az MTK a 16. percben a mérkőzésen. A szerb játékos első találata ez az NB1-ben. Itt van, ahogy Illés felnéz, Júlivel középre. Golovics, ahogy átveszi, majd megtolja térdel. Herceg, mintha Farkas Bertalan után a második magyar űrhajósnak készülne. Úgy repül el. Itt láthatjuk még egyszer. Golovics, akinek már a nevében is benne van a gól. Megszerzi a vezetést tehát az MTK-nak. Tóth Norbert kapja a labdát. Középen ott van Sovumi, nem jut el hozzá. Smiljanics rúgta ki. Tíber fölé lövi. Mezei Györgyöt most nehéz lenne meggyőzni arról, hogy a futball szép játék. Itt rúgja ki Smiljanics. Tóth Norbert nagyon jól teszi másodszor is középre. Tíber pedig kihagyja ezt a 100%-os helyzetet. Marad tehát a hazai előny. Megint Tóth Norbert a bal oldalon. Az első beadása megint Smiljanicsról jön vissza. Tóth Norbert. Szamosi, ez már jobb kísérlet volt, mint az előbb Tíberé. Aztán megpróbálta a Vasas csatára, és azt Vlaszák védte. Itt a beadás. Szamosi megmagyarázhatatlan mozdulatát még a kapufa hárítja. Aztán Vlaszákra is szükség van. Három támadó és három védő volt középen. Szamosi azonban a támadósort erősítette ebben az esetben. Kabát. Kuttor van mögötte. Mónos pedig a jobb oldalon indul el. Füzi lemaradva, Mónos középre teszi, Smiljanics hátáról tovább pattan, Komlósi ment, Sovumi mellé lövi. Mezei György most már inkább elmenne kézilabda edzőnek. Mónos, itt a beadás, Vlaszák és Smiljanics összehozzák Tíbernek a helyzetet, Komlósi, aztán pedig Sovumi. A találkozó egyik legnagyobb lehetősége volt eddig, bár a Vasas már háromszor, négyszer is gólt lőhetett volna. Második félidő, Kuttor és Tíber párharca, Tóth Norbert, egy finom csel, Vlaszák, Komlósi megpattant a lövés, így is hárított az MTK kapusa. Pető teszi oldalra, és már fogja is a fejét, nem hitte volna, hogy Mónos eléri. Mégis ez történt, Kabát csúsztat, Tóth Norbert, Vlaszák lábbal. A sokadik helyzete a vendég együttesnek. Kuttor lökte egy kicsit Kabátot, így is eljutott Tóth Norberthez. És Vlaszák lábához is a labda. Pál. Jóka cselek. A lövés is. Megint Vlaszák. Van mondani valója a védőknek. Nem is véletlenül 25 méterről hagyták lőni Pált. A mezőny talán legjobbja Vlaszák. Illés teszi tovább, Ferenci, nagy helyzet, ő inkább megtorpan, hátra teszi. Nem volt jó megoldás, egyedül is befejezhette volna az akciót.
erős, nem lövi el kapásból, sőt, egy kicsit elpattant tőle a labda, megtartja. Bükszegi, Hajdú! Remekül tette be, erős, Bükszegi pedig megelőzte Juhárt. Szép a fejes, a gólt azonban Hajdú előzte meg. Tóth Norbert. Jól teszi tovább, Kabát, két védő mellett is elviszi, még mindig ő, Komódi, mellé. A csereként beállt játékos nagy helyzetet hagyott ki. Kabát ezt most szépen dolgozta ki. Kuttor rángatta egy kicsit Komódit, aki így is lőhetett. De nem pontosan. Ez a mérkőzés végeredménye. Golovics góljával 1-0 arányban nyer az MTK a Vasas ellen.